Cause we don't wanna grow up. Sziasztok! Ahogy ezt egy korábbi videómban ígértem, az idén a YouTube reklámosztalékaimat olyan alapítványoknak ajánlom fel, akiket ti javasoltok. És nem csak, hogy átutalom nekik az adott összeget, de egy videóban be is mutatom azt, hogy mivel foglalkozik az adott alapítvány. Hát készüljetek, mert itt van ez a videó, és rövidesen egy rendhagyó vizitre indulunk. Két bohóc doktorral! Azt is mindjárt elmondom, hogy miért pont rájuk esett a választás, de előtte egy picit beszéljünk a mi közös jövőnkről, mert hogy mégiscsak egy fél évnyitó videóról van szó. Ahogy azt Instagramon is láthattátok most, hogy itt a szeptember gőzerővel nekiálltam vágni podcasteket, meg videókat. A terv az az, hogy heti egy-két videót ki fogok rakni, illetve a heti egy podcastet is sikerül majd teljesíteni. Nagyon-nagyon optimista vagyok, de szerintem ez menni fog. Eleve be van készítve rengeteg videó, illetve podcastek is szervezés alatt vannak, amik már fel vannak véve, úgyhogy úgy néz ki, hogy fogom tudni tartani ezt az ütemtervet. Ez részben annak köszönhető, hogy kifutottam a munkákból, másrészt pedig nyáron annyit dolgoztam, hogy hát szükségem van egy kis kreatív váltásra itt agyilag. Elviszlek majd titeket erőművekbe, állatkertbe, felmegyünk majd egy hatalmas antennához egy icipici műholdat kémlelni, valószínűleg ki fogunk menni majd a birtokra is, és lesznek kísérletek is, és demonstrációk. Ja, és amit nagyon-nagyon szeretnék még, azok a szertár kvízsók. Az a két próbaadás, amit még nyár elején csináltunk, az szerintem nagyon jó volt, nagyon élveztem, úgyhogy szeretném, hogyha rendszeresebben lennének ilyenek, amikor egy kicsit interaktívan, élőben tudunk egymással kommunikálni. A matekos kérdések nagyjából már készen vannak, úgyhogy írjátok meg, hogy hétfőn, szerdán vagy péntek este kezdjünk. Szóval szeptemberben szeretném kipróbálni, hogy milyen főállásban influencerkedni, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. Ahogy eddig is, ezután is szeretnék nektek értelmes, értékes tartalmakat átadni. Most megpróbálom ezt az egész folyamatot egy kicsit gatyáborázni, hogy nekem munka oldalról is könnyebb legyen. Tehát visszatérve az anyagiakra, az idén egyszer értem el a Google kifizetési értékhatárát, amit át is utaltam a Pirosor Bohóc Doktorok Alapítványnak. Ha elérem majd a következőt, akkor újra megkérdezlek majd titeket, hogy szerintetek azt az összeget kinek utaljam majd. De miért pont a Pirosor? Ahogy mondani szokták, nehéz helyzetben volt a zsűri, de hogy ne teljesen szubjektív legyen a dolog, azért próbáltam valamilyen szempontból azt is nézni, hogy mennyire illeszkedik be az adott alapítvány a szertár eddigi történetébe. Puskázni fogok! Két podcast adásunk is foglalkozott azzal, hogy milyen hatással van a beteg gyerekekre, hogyha egy picit kizökkentjük őket a nyomasztó kórházi környezetből. Szó volt a kórházsuli programról, a bátortáborról, és egy olyan sötét kutatásról is, ami azt vizsgálja, hogy a virtuális valóságnak vajon milyen terápiás hatása lehet daganatos gyerekek esetében. Egyébként ez utóbbit Erdős Sanyival, a kutatást végző medikus ráccal egy videóban is kipróbáltuk, úgyhogy a linkjét megtaláljátok ez alatt a videó alatt, nézzétek majd meg. A másik ok az személyesebb jellegű, amikor kicsi voltam, én nagyon-nagyon sokat voltam kórházban. Azt hiszem negyedikes vagy ötödikes lehettem, amikor nagyon sok hónapot töltöttem egyhuzamban a Miskolci Gyermekegészségügyi Központban, úgyhogy első kézből is tudom, hogy mennyire frusztráló tud lenni egy ilyen kórházi környezet, hogyha oda van bezárva egy gyerek. Persze az, amikor én ott voltam, az még bőven azelőtt volt, hogy 23 éve megalapult volna a Pirosor Bohóc Doktorok Alapítvány, ami annak idején a mindnapjainkat feldobta, amennyire emlékszem, az volt, hogy a kórházban, a parkban lakott egy őzike, és időnként le lehetett menni hozzá, etetni, meg simogatni, meg ilyenek, vagy csak nézni. Hát ez is egy szép emlék, már amennyire szép emléknek lehet nevezni, de a bohóc doktorok azért ennél sokkal, de sokkal több mindent csinálnak. Jelenleg 30 bohóc doktor dolgozik az alapítványnál, ők 15 különböző kórházba, gyermekosztályra járnak el, ezen kívül mennek még más szervezetekhez is, például idős otthonokba. Úgyhogy szerintem nagyon hasznos a tevékenység, amit végeznek. Ha csak a számokat nézzük, amióta fennáll az alapítvány, 350 ezer gyerek, illetve a szüleik kórházban töltött napjait dobták fel valamennyire. A honlapjuk linkjét természetesen berakom a videó alá, hogyha ti is támogatnátok őket, de most induljunk el a Szent János Kórház gyermekosztályára egy rendhagyó vizitre két fantasztikus bohóc doktorral. Szappanburborékokat lefagyasztunk, ilyen állapotba kerülnek fagyasztás után.
Stella. Én pedig Bigyó. Bigyó és Stracciatella bohóc doktoros. Innentől szabadság. Innentől bármit is lehet. Hangolód. Igen, egy igen, kicsit próbálunk összehangolni. Magunkat is állapotba kell hozni, mert ki tudja honnan jöttünk, és milyen állapotban, meg egymásra is elhangolódunk. Teljesen vakon megyünk be egy kórterembe, jó, azt tudjuk, hogy kb. Hány évesek, meg előtte konzultálunk a nővérekkel, hogy mégis mi a bajuk, vagy mit lehet velük csinálni, vagy mit nem, de egyébként, hogy milyen kedvük lesz, hogy mivel lehet ott játszani, mi fogja megragadni az ő figyelmüket, vagy a miénket, ez teljesen improvizatív. Én ezt nagyon szeretem is benne, viszont ezért egy nagyon erős imprós és színészi hátteret igényel. Hogyha én bohóc doktor szeretnék lenni, mi az, amit várnak tőlem? Zenélni tudó, színházi tapasztalatokkal rendelkező embereket keresnek a csapatban. Sok éves képzés, ami így már túl vagyunk. Tizennyolc éve csinálnak, ez fantasztikus. Én már szerintem 19 akkor, mert ő előttem kezdte a gyékbe. Szerintem megtaláltam életem hivatását, tehát valahogy óriási szerencsém volt, hogy ebbe így bele trafáltam, vagy belevittek annak idején. Sétáltam a körúton, és találkoztam egy barátnőmmel, aki azt mesélt, hogy pont jön egy felvételiről, és nagyon dühös volt, mert nem vették föl. És akkor kérdezgettem, és ahogy így mesélt róla, egyszer csak így rájöttem, hogy ez az abszolút az, amit akkor már évek óta keresek, mert nekem konduktor az első végzettségem, tehát az egészségügybe dolgoztam, mozgássérült gyerekekkel, előtte meg gyerekszínész voltam, és ezt a kettőt szerettem volna valahogy összevonni, és aztán ahogy így mesélt róla, így rájöttem, hogy létezik ilyen szakma, amiben egészségügy is van, meg színészet is van, meg játék is van, meg improvizáció is van, és akkor elmentem felvételizni, és én mindig akkor megyek úgy haza, hogy úgy igazán jó volt a bevetés, amikor magunkat is meglepjük, és tényleg abból a szituációból alakult. A következő videó tartalmából bemehetek a kifutójukba, úgyhogy most én is ki leszek itt állítva az állatkertben. Ja, és baba tengeri malacok is vannak oda benne, úgyhogy... De nem a tengeri malacok érdekelnek, hanem ez a két majom, amire ti hívtátok fel a figyelmem. De hogy mi a fura bennük, az rövidesen kiderül. Iratkozzatok fel!